Hello, hello sziasztok! Az előbb csináltam egy sprinter-fikázós videót, még az Original Gamesről van most egy ilyen public beta, amiben lehet próbálkozni, aztán van, esik benne az első, olyan, mint az első, aztán nem esik benne az első. Ö meg ki lehet zumulni, az, ezek az újdonságok. Hát szerettem volna akkor megmutatni nektek, hogy mik az újdonságok, mik lesznek az újdonságok. Amaz az a Runner 2-ben, mert ott talán egy icipicivel többet fogunk kapni, és gyakorlatilag teljesen felforgatják az egész játékot. egy dolog, egy kicsit annyira nem jön be nekem az egészben az, hogy elmegyünk ilyen amerikai stílusúba. Abba, amerikai stílusba megyünk, de annyira nem zavar. Érdekes, mert igazából szedtem a ruszki járműveket, de ezek sem rosszak. Na, először is akkor nézzük meg, milyen új járművek kerülnek be a Madronar 2-be, amiket így lehet már tudni. Um, a internet különböző bugyrairól szedtem össze információkat nektek, szóval, hogyha ilyen csúnya képek vannak, meg innen-onnan kivagdosod képecskék, akkor sajnálom. Na, van egy ilyen járművünk, amiről mm, azt lehet tudni, hogy úgy nézem, hogy az inkább egy ilyen utcai jellegű jármű. Egy White Western Star 4964-es jármű. Amiben az az érdekes, hogy gyakorlatilag ez pont úgy néz ki, mint a valódi tárcsa. Tár, tárcsa? Nem. És nem úgy néz ki, mint a valódi társa, Hasonlóan néz ki, mint a valódi társa. Ö... Jó tök jó, tök jó meg van csinálva, bár én ezt azt mondom, hogy ez nem egy offroad, offroad verda, de majd meg fogjuk látni, viszont baromi jól néz ki. Na, akkor van nekünk egy Western Star 69008 x as járművünk, és ennek a társa, vagyis a valódi verziója itt van, ami már mindenképpen offroadosabb akar lenni. De hogyha megfigyeljük ezt a képet, ami már a Madrana 2 való screenshot, akar lenni, akkor összrevehetünk különböző olyan dolgokat, amik nekünk fontosak lehetnek. Például nézzétek meg a Solid Mind. Nem fa, és itt nem modokról beszélünk, hanem az eredeti szóval, most már nem csak fát kell szállítanunk ebbe a játékba, ami szerintem egy tök jó példa. El tudok képzelni egy ilyen alaszkai jellegű vidéket, ahol éppen gázvezetékhez, vagy pedig egy olajfúró toronyhoz készítünk, kell vinnünk, nem készítünk, hanem kell vinnünk azt. Ja. A következő jármű az nem más, mint egy Ford CL 9000-es, amelyik így néz ki, és szintén egy ilyen inkább utcai jármű, és viszont valami nagyon megfogott ebbe az egészben millióbe, hogy nem modern járművek vannak benne, hanem inkább ilyen 70-es, 80-as évekbeli gépezetekkel vagyunk megáldva. Ezek a járművek, ezek nagyon jól néznek ki. Ahhoz képest, hogy ugye ez amerikásodik ez a Mazda nekem bejövős. Nagyon is bejövős. Szép. És amint látjuk, hogy ezek mondhatni licenszert járvibekek, mert ott van a 9000-es felirat, és gyakorlatilag mm, szinte pontosan ugyanolyan, mint az eredeti. Na, van nekünk egy ilyen GM szink is, 1966-os kiadás, 81, 95 00 típus számú, és itt van ugye a máris, a Társa, és látjátok, hogy szépen rajta logó az elején, ahogy kell, és minden meg ki van dolgozva. Ami megint szuper jó! Na, ö, még valamit, amit így érdemesnek tartok megemlíteni. Főleg annak a mm, kontrasztjában, van ilyen szó? A, hogy ugye esett az eső a, a Spinters original és akkor nézzük, ezt vitt meg. És végre van hó, és nem modolt, és nézzétek meg a fizikáját hogy nem úgy van, hogy a sárra ráhozunk egy vékony réteg text, fehér textulát, hanem itt rendesen működő hó van, barátaim. És paromi néz ki, és ráadásul a fizikája is, mint hogyha más lenne, mint a sárnak. Nézzétek, az első kerék teljesen így bele van fúródva, bele van turódva oda a hóba. Super, nagyon jó első osztályú. És azt akartam mondani, akik ugye szeretik a ruszki gépeket, hát bemodoljátok az csácsomi csötészta. Na, elfogytak itt a képek, amiket meg akartam mutatni. Van itt még egy-két website, amit így é, böngészgettem, és e azt írják, hogy itt ezek ilyen screenshot dolgok, gyerekek ebből a játékból. Ugye itt van az előző Western Star nevű járművünk, és vannak itt olyan screenshotok, amik elég sok dolgot mondanak el, például lehet, hogy ez egy kicsit feljavított screenshot, mármint úgy van egy kis utómunkaraj, de. Nézzétek már meg ezt a látótávolságot, meg ezt a baromi jó változatos tájat, hogy ez hihetetlen. Háttérbe például nem tudom mennyire látszik, de ott havas hegycsúcsok vannak, nem tudom mennyire lehet addig elmenni. A, viszont itt van egy ilyen kis síkság, itt fenn vagyunk egy hegytetőn, és ez iszonyatosan tetszik nekem, nagyon jó. Szerintem baromi jól néz ki, és hogyha ez valóban egy screenshot, és esetleg nem annyira van szará, ö, Uh, utómunkázzak, akkor tök jó, itt is nézzétek meg, micsoda látótávolság, milyen jól néz ki a víz például. Nekem ezek a ezek baromira tetszenek, itt is ugye. Itt is egy, ez is egy screenshot elvileg. És a fák is ugye újra vannak dolgozva gyakorlatilag. Itt látszik, hogy a készítők dolgoztak a játékot, nem csak egy eső effektet raktak be. Na, van itt még valami, ahol itt így egy kicsit így le is kis ö, vesézik. Ugye magából a, a trailerből ö, kiragadott kép alapján, hogy mégis mi még változnak. Én itt már is ö, más dolgokat is szeretnék itt ö, megnézni, mint amik be vannak keretezve. Mert egy-két dolog felett itt a készítő, vagyis a... a a screenshot készítője elsiklott. Például vannak itt ilyen funkció dolgok, amik nézzétek, van itt egy ilyen motor, egy ilyen váltó, aká, ö, váltónak az ikonja, meg különböző dolgok, meg guminak, meg különböző dolgoknak az ikonja, ami funkcióra van ö, Rakva, amit lehet, hogy tudsz váltani ott különböző dolgok között, lehet, hogy tudsz állítani, de lehet, hogy Bizonyos dolgok jobban sérülnek, vagy kevésbé sérülnek, az is szerintem előfordulhat Ugye itt egy kicsit máshogy néz ki az egész üzemanyagfogyasztásunk, meg hogy mennyi üzemanyag van benne, szerintem sokkal jobban néz ki a, Ugye itt van a váltó és az is teljesen máshogy néz ki, ugye itt külön van a diffizát, látod, hogy éppen megy, nem megy Vagy pedig az összkerék meghajtás itt is, ugye láthatod Na, amik még érdekesek lehetnek. Van itt egy kargo vagyis áru kapacitás, négy darab külön egységre van hozva, tehát például ezzel négy darab külön egységet tudunk szállítani. Ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy négy különböző egységet szállítunk, lehet egy olyan áru is, amelyik egyszer fogja a négyet, vagy egyszerre kettőt, vagy egyszerre kettőt, vagy hármat, és akkor egyet még mellé rakhat. Csak az a lényeg, hogy most már nem úgy van, hogy Ö, teljesen átdolgozták ezt a, ezt a szállítási rendszert, ami szerintem előnyére válik, mert például tudjuk variálni a különböző szállítható árukat, mert ugye most már nem csak fát kell szállítani, például. Hát itt, amiket itt mi ír, ugye például itt a, a garázs, nézzétek meg a garázs, amiben ezután be, be tudunk állni. Bizonyos screenshotokon, amit az előbb is mutattam, látni lehetett, hogy bent a garázsba tudod ö, például testre szabni a járművedet. Egy kicsit tényleg ilyen AT, ets ATS 2 jellegű, itt ugye írja is a, a, screenshotnak a készítő, itt írja, hogy ugye tükröződik a, a, talaj, ugye különböző küldetések is valószínűleg lesznek a játékban, amik ugye nem talán nem csak ilyen, hát valószínűleg egy szállítások, de azért kicsit lehet, hogy kicsit így összébb össze-vissza találni, már mint ilyen változatosabbak, ugye értitek, hogy mire gondolok, lehet, hogy egy kis esetleg egy, mondjuk úgy, hogy, hogy idézőjevel tehát NPC fogja megmondani, hogy ezt kellene csinálni, meg azt kell meg esetleg valamilyen háttér történetet is hozzá lehetne fűzni a dolgok, az, hogy például, ahogy említettem az előbb, a, a különböző alaszkai akármi csodákba üzemanyag kinyerő alamashoz kell vinni csöveket, vagy valami ilyesmi. Ugye természetesen a grafik az változott, az látni, ja, és itt írja a srác ugye a, a mind kapacitás, hogy egy, egy, egy kicsit teljesen máshogy van, például kettő darab, nem tudom mik ezek, deszkákat víz, kettő például hordós raklapokat, és így ugye adja ki a négy darab kárgó, uh, uh, vagyis uh, szállítmányt. Ja igen, úgy azt írják, hogy ugye, talán jobbak egy kicsit a, a különböző, a fák jobban néznek ki, a te te természetesen a környezet sokkal jobban néz ki. Ez látni lehet, hogy ez egy monitorról fényképezett kép, úgyhogy annyira nem tudom, hogy mennyire lehet ezt most így megállapítani, mennyire jól néz ki a grafika. De viszont, hogyha ezeket a screenshotokat megnézzük, és itt valamennyire valóság alapja is lesz ennek, akkor baromira jól néz ki, és akkor meg kell mondanom, hogy el lehet felejteni az eredeti spintájhoz, Ha akkor baromira rá fogunk függni a madran erre hogy a Madrunner 2 ez tényleg így fog kinézni gyerekek. Na, ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, aztán csácsom, hogy csőtészta, írjatok kommentet, kíváncsi vagyok a véleményetekre az egészről. Sziasztok!